Sziasztok! Üdvözlök mindenkit egy újabb végjátszásban. Bizony, bizony. Folytatjuk a Spyro Reignited trilógiát. Na most, ugye az előző sorozatban megnéztük az első részt, és most értelemszerűen jön a második rész, Riptos Rage néven. Na most! Amint itt láthatjátok, ugye ez a privát mentési slotom, tehát a, igen, tehát a privát profilom mondhatni, és lehet látni első, második, harmadik rész, a második rész bizony privátban kimaxoltam, második részt is kimaxoltam, miután az első 120-ra toltuk. Ugye ez a videós profil, ugye az elsőt végig toltuk 120%-on, és most következik a második rész, a Riptos Rage a címe. Nos, akkor ezt be is töltöm, így van. Itt a három epizód. Hát akkor kezdjünk is neki, és gyakorlatilag ugye hát az elsőben már megnéztük az alapokat, miféle játék. A másik részben Spyro képességei kicsit kibővülnek, majd ezt látni fogjátok. És most mindenek előtt következzen tehát az intro filmecske, és utána majd jelentkezem megint. Jó szórakozást kívánok a Spyro második részéhez, kezdjünk is neki! Hört es jemals auf zu regnen? Ich hab vergessen, wie die Sonne aussieht. Wir sollten in Urlaub fahren. Ins Warme. In die Sonne. Drachenufer. Yeah! Da war ich nicht mehr, seit wir Nasty Nog besiegt haben. Wie sieht's aus, Bugs? Hast du Lust auf einen Strandurlaub? Der letzte ist ein Nog. Funktioniert es, Professor? Beinahe. Nur noch ein paar Änderungen an den Kugeln und... Vielleicht ist das keine so gute Idee. Ein Drache hier könnte Riptor noch wütender machen. Ganz ruhig, Jäger. Und hör auf zu zappeln. Denk an das Buch des Professors. Sie haben Krallen, riesige Zähne und sie können Feuer spucken. Die klingen viel gefährlicher als Riptor. Genau darum geht es doch. Ein Drache ist unsere einzige Chance gegen Ripto, das weißt du. Es klappt. Es klappt. Ich habe einen Drachen. Boah, wow, harte Landung. Hi, wo geht's zum Strand? Hey, guckt nicht so. Habt ihr etwa noch nie einen Drachen gesehen? Du bist ein Drache? Hast du ein Problem damit, Kätzchen? Fian! Jemand hat vergessen, mich auch einzuladen. Wollt ihr etwas vor mir verbergen? Ein Drache? Ihr habt einen Drachen nach Avada geholt? Ich hasse Drachen! Rush, auf ihn! Auf ihn! Gott, du Idiot! Das war mein Zepter! Wir sprechen uns später! Wer war das denn? Das war Riptor. Und wir müssen ihn loswerden. Er macht uns hier jede Menge Ärger, aber ich habe keine Zeit zum Erklären. Hier, nimm das magische Buch über Avala. Es wird dir helfen, unsere Welten zu verstehen. Erstmal muss ich Ripto folgen und sehen, was er vorhat. Wir treffen uns im Sommer bald, okay? Hey, immer langsam! Ah, wieso passiert uns sowas nur ständig, Kumpel?
Így van. Na tehát, láthattuk a Riptót. Ő a főgonosz ebben az epizódban. Spyro már ásítozik is, remek. Na, hát... Willkommen, Glamour Spyro. Leider ist gerade eine Echsenmeute aufgetaucht, die alle unsere Edelsteine klaut. Kannst du sie aufhalten? Na klar doch. Na, itt is ugye az alap ugyanaz. Felszedjük a kövecskéket. Igen. Na, ezt viszont nem tudtam. Na most, nagyon fontos információ így rögtön az elején. Emlékeztek az első részben, hogy milyen, mi volt az elsődleges támadás a Spyronnak? Ugye nagy lángot tudtunk, ugye tüzet tudtunk köpni. Na most, amint mutattam, ugye mivel én privátban már végigtoltam ezt az epizódot, a másodikat, konkrétan kimaxoltam, 100%-ra végigtoltam. Na most, ha a játékos a másik rész kimaxolja 100%-ra, akkor a játék legvégén, a boss fight után kap egy extrát. Egy gyakorlatilag permanensen felerősödik Spyro elsődleges támadása, és ez gyakorlatilag fixen úgy is marad a többi mentésnél is, tehát gyakorlatilag így a játék megjutalmazza a játékost azzal, hogy egy sokkal erősebb támadást kap. És most ezért látjátok azt, oldalról ugyanannak tűnik, de nézd csak! Gyakorlatilag így most már távolsági támadásnak is felfogható az elsődleges, tehát átalakult az elsődleges tűz támadásunk. Gyakorlatilag sokkal erősebb lesz, sokkal nagyobb a sebez, és ugye távolra is elmegy a projectil, tehát ez bizony nagyon-nagyon drasztikusan, jelentős mértékben meg fogja könnyíteni a dolgunkat. Na most... lehetne mókolni úgy, hogy katica, ennyi volt a katicának. Meg lehetne oldani mókolással, hogy rezetelni ezt a képességet, ugye, hogy lenullázni a progresszt, de hát eszem ágában sincs, minek? Privában nem azért toltam végig, ugye? Na meg lesznek olyan boss fightok, ahol bizony nagyon-nagyon-nagyon jól fog jönni. Igaz, emiatt mondhatni túl könnyűek is lesznek, de nem baj. Igazából ugye őt is, most ezt az ellenségfajtát is ugye úgy tudtam volna legyapni, hogy oda megyek jó közel hozzá, és úgy pörkölöm meg. De hát hadd élvezzem mára a jutalmat, amit megkaptam a 100%-ért. Nyilván aki először játszik a második résszel, tehát még sosem maxolta ki, az annak ugye nincs meg ez a képessége, tehát ugyanaz a úgymond tüzelési mód, mint amit az egyben láthattatok. De ezzel is egyrészt szeretném egyszerűsíteni a dolgot, és kicsit igazából így... Hi Spyro! Ich bin eine Freundin von Elora. Sie hat mich gebeten, dir zu helfen. Wann immer du mich findest, merke ich mir deine Fortschritte. So etwa. Igen, most dieser Funke heißt, dass ich dich hierher zurückbringe, wenn du in Schwierigkeiten gerätst. Bis später! Ja, bis später. Na hát a Choice elmesélte a mentés lényegét, hogy ugye... hogy ő menti el a játékállást, csak szép köntösbe csomagolva. Na! De hát ezt már mind tudjuk.
Wir Edelsteinhauer sind etwas zu klein, um auf diese Leitern zu klettern. Du wohl auch. Besuche mich in Glimmer, wenn du klettern gelernt hast. Okay. Így van. Na, egy plusz dolog az első részhez képest. A felerősített tüzelési mód mellett, hogy lehet majd ilyen létrákat mászni, ez viszont ebben a részben Spyro új képességekre tesz majd szert, de ezeket a képességeket majd egy csávótól kell megvásárolni. Ez nagyon fontos, most még nem tudunk itt felmenni, mert mi nincs meg a képesség, de ezt majd később fogjuk megkapni. Jóval később, sokkal-sokkal később. Tőle! Itt a pénzes csávó. Hát igen, kicsit így könnyebb, hogy távolsági fegyver lett a tüzelés. De nem baj. A bosszoknál aranyat fog érni. Úgy is fel lehet fogni ezt a mostani végjátszás, amit most látok, mint egy New Game Plus. Egyfajta New Game Plus mód, ha úgy tetszik. De mégse, mert ugye a képességeink nincsenek meg, csak a felerősített tüzelés. Ah, du musst der Drache sein, von dem alle reden. Tja, Drache hin oder her. Die Brücke zu öffnen wird dich leider etwas kosten. Das macht 100 Edelsteine, wenn du rüber willst. Hát kell nekünk a híd. Igen, ez egy másik, még egy új, mondhatni, feature a második részben, hogy itt a édesteinokat, tehát ezeket a drága köveket el tudjuk költeni. Ennél a csávónál tudunk majd költekezni, ugye új képességeket, ilyen shortcutokat, tehát mint például azt a hidat így, meg tudjuk tőle venni, és bizony mindent érdemes tőle megvenni, mert ő bizony könnyíteni fog nekünk. Danke, werter Drache. Spyro, richtig? Ab sofort kannst du die Brücke jederzeit benutzen, kostenlos. Ich hoffe, wir sehen uns wieder, wenn du noch mehr Edelsteine hast. És ha egy valamit tőle megveszünk, akkor az permanensen megkapjuk, tehát csak egyszer kell megvenni egy dolgot. Wenn du Aktion drückst, kannst du dich umsehen. Ja. Probiere es doch gleich einmal in dieser Höhle aus. Így van. Na, a körülnézés, ugye az első részben ritkán volt, hát nem is ritkán volt értelme, de ugye ilyen távolsági fegyvereknél itt ezzel tudunk célozni. Tehát már jóval több értelme van itt. Az első résznek az elején ugye sok értelme nem volt. Itt viszont annál több. Ó. Danke für deine Hilfe im Kampf gegen die Echsen, Spyro. Bitte nimm diesen Talisman von Glimmer als Dankeschön an. Így van, na és minden pályán kell gyűjteni egy úgynevezett talizmánt. Ezt akkor kapja meg a játékos, pontosan a Spyro, hogyha gyakorlatilag a pálya végére érsz, kapsz egy talizmánt, és a talizmánokból össze kell szedni 14-et, ha jól emlékszem, és ha megvan mind a 14, akkor mehetsz gyakorlatilag a Riptóhoz. De hát ugye az nem ennyire egyszerű. Das magische Portal neben mir bringt dich in den Sommerwald, eine der Heimatwelten von Avala. Így van, Sommerwald lesz az úgynevezett hub pálya. Itt is lesznek ilyen hub világok, amikből ugye portálok nyílnak másik pályákra. De mielőtt oda megyünk, itt még körbenézünk jobban. Igen. Diese Echsen
haben alle meine Edelsteine gefressen. Ich wollte sie mit Steinen verjagen, aber sie sind zu schnell für mich. Du kannst es gern mit einem meiner Steine versuchen. Wenn du Fragen hast, frag mich einfach. Okay. Így van, na most. A második rész behozott egy újabb feature-t, ami gyakorlatilag, hát mondhatni sidequestek, vagy miniquestek, ilyen kisebb mellékületések, amiért zöld dolgot fogunk kapni. Ezeket azért érdemes megcsinálni, mert ugye hát ezeket meg kell csinálni ahhoz, hogy az ember ki tudja maxolni a játékot, 100%-ot elérje, és ezzel megkapja ezt a szuper támadást, ami most már nekem megvan. És a másik részben Spyro fel tud venni különböző tárgyakat, mondjuk köveket, meg majd később más dolgot, amit ki tud köpni. És ezek jelentik gyakorlatilag a távolsági támadást. Na, rögtön látni fogjátok. Látod? Itt van egy kövecske, ezt Spyro fel tudja venni. ott a szájában. Na, és az a lényeg, hogyha most nyomunk, hát ezt így is ki lehetne köpni, de lehet így célozni. És így... Ez az. Guter Schuss! Folg mir zur nächsten Echse! Na, és hát ugye... Ugye alap... az ember nem maxolta ki a játék, ugye alap támadása van. Akkor ilyen kövekkel lehet távolsági támadást csinálni. De hát igazából nekem per pillanat ugye nincs ezekre szükségem, ezekre a kövekre. Tehát anélkül is mondhatni le tudom köpni az ellenfeleket. Így van. Versuch mal bis zur Echse zu spucken. Jó, hát jó, megint adott egy követ, oké. Most ezeket azon játékosoknak magyarázom, akik még nem vitték végig a játékot. Igen, most mondja, hogy tudunk célozni. Így van. Így van. Eljött a csávó, ugye? Ciao. Ugye most jelenleg egy mondhatni sidequestet, miniquestet csinálunk. És ez úgy néz ki. Itt is írja, hogy az adott pályán mennyit gyűjtöttünk össze. Na és a sidequestekért, mellékküldetésekért ilyen cuccokat kapunk. Ezt majd később mondani fogom, milyen neve, mert már elfelejtettem. Ezeket a zöld golyókat is gyűjteni kell, mert gyakorlatilag ezek, mondhatni, ezek üzemeltetik a nagy portált, de... Ja, de hát lényeg, hogy ezeket is gyűjteni kell. Bizonyos pályákat ezekkel tudunk feloldani. Meg hát ugye, amint mondtam, és láthattátok, a második részt is ki fogjuk maxolni. Nem állunk meg 100%-ig. Várja, most hol az utolsó? És izé... Jó, ott vagy fenn? No problemo. Szevasz. Du hast meine Edelsteine vor den Echsen gerettet. Hier, nimm diese Kugel. Ein Mädchen mit Flügeln hat sie gestern hier verloren.
Es ist. Hát ezt megint fel tudjuk itt venni, de igazából... Hát milyen viccesen néz így kifigyel. Puty! Hát ez mekkorát kap. Tök viccesen néz így ki. Puty! Puty! Tök jó. Na. És ugye... egy másik fontos dolog. Itt nincsenek olyan kajlók, mint az első részben, tudjátok, ami életet adott, így úgy tudunk életet gyűjteni, majd lesznek ilyen üvegbe zárt kék pillangók, azokat kell kiszabadítani, illetve ilyen sima kis pillangókat kell megetetni Sparks-szal. És idő után, azt hiszem, 8 vagy 10 ilyen kis pillangó után kapunk egy életet. Úgyhogy érdemes minden pályán az összes ilyen kis pillangót levadászni, illetve megenni. Mert bizony életet adnak. Á, igen, na azt jól nem tudjuk megcsinálni, de rögtön mutatok egy újabb sidequestet ezen a pályán. És az első rész sorozattal ellentétben itt valószínűleg úgy fogom majd csinálni a második részt, hogy tehát egy epizódban sokkal-sokkal kevesebb pályát fogok belegyömöszölni. Könnyen lehet, hogy egy epizódban egy, max. Kettő pálya fog kerülni, mert hát egyszerűen azért, mert a második részben sokkal hosszabbak a pályák. Több mindent lehet csinálni. Ugye minden pályán vannak ilyen miniquestek, tehát igen, sokkal több a teendő, emiatt hosszabbak. Na most, nála is van. Így van. Du kannst unsere Edelsteinlampen entzünden. Spuck schnell Feuer auf alle kleinen Lampen, dann entzündet sich die große. Das Power-up gibt dir genug Magie, um für kurze Zeit zu fliegen. Vannak ilyen power-upok. Geht durch die Pyramide, um das Superflug Power-up auszulösen. Így van. Így van. A játék folyamán lesznek ilyen power-upok, amelyek korlátozott ideig adnak valami a szuper képességet. Ez most konkrétan ott tesz állni, azt jelenti, hogy repülni tudunk. Már is kezdjük. Itt az a feladat, hogy ezeket meg kell gyújtani. Meg is van. Für deine Hilfe bei den Lampen, Spyro. Schön. Eine Fee hat mir diese Kugel gegeben, aber Edelsteine mag ich lieber. Nimm du sie. Ez az. Hypersonic Steam Achievement, hoppá! Az első végjátszásnál nem kaptam meg. Most valószínűleg ügyesebb voltam, ugye lesznek még ilyen. Ilyen helyzetek, mert ugye most így nyilván sokkal könnyebb ugye ezzel a permanens szuper támadással. Lehet, most azon gondolkodom, hogy lehet, hogy mégiscsak New Game Plus ez. Lehet, hogy a képességeim is mind megvannak. Csak ez... Ez hamarosan ki fog derülni. Jó, ez megvan. Itt írja is, látjátok? Itt ezen a pályán három ilyen mini quest van. Így fogom ezeket hívni valószínűleg.
A harmadikat egyelőre nem tudjuk még megcsinálni, mert ugye nem tudunk még létrára mászni, azt meg később meg kell venni a csávótól. És emiatt ugye a pénzt sem tudjuk mind fölvenni, úgyhogy egyelőre, így még az elején nem tudjuk ezt a pályát kimaxolni, nem is lehet így még ezt kimaxolni. Ide, úgyhogy majd később vissza fogunk jönni, de azért még egyszer leellenőrzöm. Pont emiatt akartam leellenőrizni, igen, azért itt még hagytam itt egy kevéske pénzt. Várj, itt én itt nem tudok felmenni ám. Ez nem úgy van. Igen, hogyha meglenne a képesség, akkor itt Spyro felmászna. Úgyhogy ez egyelőre sztornó. És akkor majd később fogjuk befejezni ezt a pályát. Oké, itt mást akkor nem tudunk csinálni. És itt sem tudok felmászni még, aha. Igen, majd a... Ez a szuperrepüléssel... Majd azzal tudunk. Oké. Na, akkor elmegyünk a Zamevádba. A nyári erdő, hogyha le akarom nagyon fordítani. És jön egy újabb kis átvezető filmecske. Lássuk. Uns kennenzulernen. Ich heiße Elora. Oh, hi. Ich bin Spyro. Was bist du, eine Art Ziege? Ich bin ein Pound, Dobby. Oh, Entschuldigung. Kennst du die Edelsteinhauer in Glimmer? Ja, sie haben mir ein Souvenir gegeben. Sie nannten es einen Talisman. Sie gaben dir einen Talisman? Ist das was Besonderes? Ich habe ihn einfach in dein Handbuch gesteckt. Also, es gibt 14 Talismanen in Avala und sie sind alle magisch. Wenn du genug davon sammelst, kann man damit Ripto besiegen. Jäger, wo warst du denn? Ich, hatte mich verirrt. Spyro hilft uns, die Talismane zu sammeln. Ach ja? Ach ja? Spyro, schau, du kannst jetzt auf keinen Fall zum Drachenufer. Ripto und seine Monster haben die Burg hier im Sommerwald eingenommen. Du musst zu den Welten von Avala und die Bewohner dazu bringen, dir ihre Talismane zu geben. Bewahr sie im Handbuch auf. Hey, das kann ich auch. Wieso grillt der Drache Riptor nicht einfach? Jäger, du findest ja nicht mal deine Laufschuhe. Wie sollen wir dir 14 Talismane anvertrauen? Falls du Kugeln finden solltest, die sind auch wichtig. Aber das erkläre ich dir später. Okay, kein Problem. Ich sammle ein paar Talismane, trete Riptor in den Hintern und bis Mittag bin ich dann am Drachenufer. Így van, Elora, ugye ő a hölgy, kivel most beszéltünk. Ő is most mondta, hogy 14 talizmán van Avala, ugye ez az itteni világ, így hívják a világot, vagy hogyha mondhatjuk talán országnak, vagy az ország, mindegy. Igen, tehát hogy a Riptótól ugye fel kell szabadítani Avalát. Spyro, das ist die Heimatwelt Sommerwald. Hier gibt es Portale zu vielen der Avala-Welten. Leider hat Riptor die Burg angenommen und wir brauchen deine Hilfe. Zuerst musst du in allen Welten, die du besuchst, Talismane einsammeln. Így van. Innen vannak portálok különböző pályákra, és minden pályán egy talizmán kell begyűjteni. Erről van szó. Birkák! Na és itt egy ilyen speciális pillangó, amit mondtam. Azt hiszem,
A legtöbb pályán van egy-két ilyen, és ha egy ilyet kiszabadítunk, akkor kapunk rögtön egy plusz életet. Látod? Ez az. Jó. Ott is van egy, azt se hagyjuk ám ott. És csak. Ó. Már is 6 életünk van. És ebben az epizódban, mert a másik részben Spyro fog tudni úszni. Bizonyám! Na most azt akarom megnézni. Na most ezt megkockáztatom. Mert ha most nem tudom, hogy a... Ilyen esetben, hogy kimaxoltam ugye egyszer a játékot, hogy ilyenkor az úszás képesség megmaradt-e, vagy azt is meg kell szerezni, mert ha a mászás képesség nincs meg, már pedig az nincs meg. Ja, hogy nézd. Kérlek szépen, az úszás képesség megvan. Azt nem vesztettem el. Tadá! Tudunk úszni. Tehát... egy 100%-os kimaxolás, ez... esetén megmarad ez a képesség. Látod? Oda néz. Milyen szép hullámokat csinálunk. Vagyis ezt a képességet nem kell még egyszer megvennem. Attól a csávótól. De érdekes... Viszont az... azért érdekes most ez nekem, mert a mászás képességet viszont nem kaptuk, nem tartottuk meg. Sőt, az úszást csak részben kaptam meg. Aha. Tehát igen. Akkor alapból itt most nem tudom megfulladni, viszont a csávótól akkor mégiscsak meg kell venni a úszás képességet. Gyakorlatilag azt jelenti, hogy majd víz alatt is tudunk úszni. Látjátok, hogy lent a víz alatt vannak drága kövek, azt is fel tudjuk majd szedni. Úgyhogy nagyon sok újítást hozott be a második részem úgy, nagyon-nagyon sok újítást. És én baromira örültem annak, hogy Spyro végre tud úszni, nem csak víz felszínen, hanem víz alatt is. Nagyon jó pofa egyébként. Ott az irányítás egy kicsit... egy hangyányit picit nehézkesebb a víz alatt, de nem vészes. Így mi. Ott lent is van. Békák is adnak ugye pillangókat. El is cseles, hogy a zöld drága kő van elrejtve a fűben. Figyelni kell nagyon, hogy az ember észrevegye. Látod? Itt is egy... És várok pár másodpercet, hogy YouTube-on kitisztuljon a kép, mert ugye... rengeteg... fű van a képen, és még mozgás is, akkor... gyakorlatilag egy katasztrófa lesz a képminőség YouTube-on. Ugye a brutális agyontömörítés miatt van ez. Egyébként... a nyers felvétel... és a YouTube... képe között ég és föld a különbség. Ez a nyers felvétel milliószor szebben néz ki. Talán ez senkinek nem... szerintem senkinek nem meglepetés. Hallo Spyro, Ripto hat die Brücke zerstört, also musst du hinübergleiten. Drück Sprung und dann erneut Sprung, wenn du in der Luft bist, um zu gleiten. Igen, gleiten, az a siklórepülés. Hát így is átmehetünk, amit ő mondott, ugye egy átsiklunk. Vagy... átugrunk. Ez is egy megoldás. Kinek mi a preferenciája? Ezeket továbbra is itt. Azért örömlem, mert idővel majd életet fognak adni. Hogyha eleget ölünk le, akkor életet fogunk kapni. Ja, már kaptam egy mentést, jó? Ha jól emlékszem... Hopp, ott a kék! Láttatok? Ott volt a kék pillangó.
És a kék pillangót dob egy ilyen kis állatka. A kék pillangó életet jelent. Írta is a játék, hogy most már 7 életünk van. Mindjárt beszélünk megint Jägerrel. Ugye vadász, de hát neveket nem fordítunk rá, azt nem szabad. Nála most meg lehetne venni az úszás képességet, de úgy emlékszem, hogy 500 pénzbe kerül, mindjárt megkérdezem. Spyro, ich würde dir gerne zeigen, wie man unter Wasser schwimmt, aber noch lieber würde ich dir deine Schätze abnehmen. Unter Wasser, így van. Víz alatti. Így van, 500-ba kerül. És ha megvan az 500 pénz, megveszi tőle ezt a képesség, és utána víz alatt is tudunk Spyroval közlekedni. Gyakorlatilag, mivel... És az a jó, hogy víz alatt nem kell figyelni a levegőre, tehát korlátlan levegőnk van, gyakorlatilag búvárkodni tudunk. Nagyon-nagyon jó pufa amúgy. Hey Spyro, du wirkst ja ziemlich agil. Probieren wir mal was. Versuch auf diese erste Stufe zu kommen. Halte Sprung gedrückt, um höher zu kommen. Így van, lényegében itt az ugrást is egy kicsit fejlesztették az első részhez képest, ami annyit jelent, hogy magasabbra tudunk, egy picikét magasabbra tudunk ugrani, hogyha lenyomva tartjuk a szóközt. Látjátok, az első részben ilyen magasra nem lehetett felugrani. Ilyen magasra nem lehetett. Itt lá lehet. Okay, nicht schlecht. Beim nächsten Sprung musst du gleiten. Drück Sprung und drück Sprung am höchsten Punkt des Sprungs erneut, um möglichst weit zu gleiten. Igen, a siklórepülő is, hát ezt ismerjük. Sehr gut. Jetzt versuch zu schweben. Drück Sprung und dann erneut Sprung, um zu gleiten. Drück am Ende des Gleitens Aktion, um zu schweben. Schwebend kommst du höher und weiter. Igen, hát ugye a lebegésnek hívják, ennek az a lényege, hogy a siklórepülés végén a célplatform előtt nyomni kell egy akciógombot, ami nálam F-re van állítva, és akkor gyakorlatilag Spyro a siklás végén mondhatni ugrik egyet. Ezt most látni fogjátok. Hopp, így. Ez a lényege. És emiatt ugye tovább lehet jutni, és nézd meg. Spyronak a lábnyomai ott van, ott maradnak a kövön. Tök jó pofa. Apróság, de nagyon-nagyon szeretem az ilyen apróságokat. Mint például az, hogy az összes fűszál elhajlik, ha rámegyünk, ugye. Sehr gut. Und jetzt zum schwierigsten Sprung von allen. Jetzt musst du alles geben. Geh zuerst los, springe, gleite und schwebe. Kurz bevor du den Rand der Plattform erreichst. Aber vergiss beim Schweben nicht nach vorne zu drücken. Okay. Vagy olyan apróság, hogy ugye a víz reagál Spyro-ra. Ugye egy hullámokat kelt, amikor mászkálunk. Nagyon-nagyon szeretem az ilyen apróságok, ilyen apró részleteket. Imádom az ilyen részleteket. Pont ezek, ugye sok videóban is elmondtam, ezek elég jelentős mértékben tudják növelni a játékélményt. Nem is nálam. Na, hát itt ugye kombinálni kell, szintén így. Wow, du bist echt sportlich. Wenn ich noch meine Laufschuhe hätte, würde ich gegen dich antreten. Hier hast du eine Kugel für deine Sammlung. Így van, ez is egy mini-quest volt. Hát az elején nyilván nagyon egyszerűek, tehát... Amikor először játszottam ezzel privátban, hát... Szavak el nem tudom mondani, hogy mennyire tetszett az egész, mennyire élveztem ezeket csinálni, ezeket a miniquesteket. Szenzációs tényleg. És a sok újítás, amit behoztak, nekem iszonyatosan tetszettek. Jó, ott vannak még drága kövek. Ugye a hub pályát is, ahogy az első részben is, ezt is ugye ki lehet maxolni, hát még bőven van itt még gyűjtögetni való, és még 3 miniquest van hátra. Die Libelle Sparks, die dir folgt, ist deine Gesundheitsanzeige, Spyro. Je heller sie leuchtet, desto mehr Trefferpunkte hast du. Így van.
Ezt is az első részből ismerjük, ugye Sparksot is figyelni kell, hogy lehetőleg minél jobban világítson, mert ugye ő jelzi Spyro-nak az életét, a HP-ját. Ismerjük ugye, hogy mivel most sárga, azt jelenti a maximum HP-t. Mi volt ez a frame drop, kérem szépen? Nagyon csúnya volt. Egyébként csak videófelvételnél csinálja ezeket a frame droppokat valamiért. Nem egy tökéletes motorról beszélünk, ugye? Unreal Engine 4 az ilyen bleh. De hát... Iron Galaxy így is egy hatalmas csodát művelt ezzel a motorral. Csoda, hogy egyáltalán így megy. Oké. Igazából... A vízfelszínen tudunk úszni alapból, az a jó. Felszínen alapból már tud úszni. Ehhez nem kell külön képességet vásárolni. Jó. És akkor, hát a hub pálya több része az itt még nem érhető el, mert ahhoz víz alá kell majd merülni. Úgyhogy én azt mondom, lehet, hogy bevezetőnek ennyi elegendő is volt, nem? Most azon gondolkodom, hogy és a következő részben megnéznénk ezt a kettő pályát, tehát ezt itt, illetve azt ott, mit szóltok hozzá, és akkor bevezető epizódnak. Illetve kedvcsinálónak egyelőre. Ez elegendő lesz szerintem. Oké, na hát akkor innen fogjuk folytatni Spyro 2-t. Igazából még mondhatni, még el sem kezdődött. A java még csak természetesen ezután fog következni. Úgyhogy ha ennyit tetszése, nyomj egy lájkot és tartsam legközelebb, mert bizony a játék még nem kezdődött el. Nagy része még hátra van. Na, köszi a figyelmet. Szevasztok.